közönségünk, új helyre költöztünk, egy emelettel följebb, de ez csak ideiglenes, ez most láthatták, hogy lent kiállítás van, és amiatt jövő héten már a megszokott helyünkön leszünk. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és szeretettel köszöntöm a Polaris TV nézőit innen Esztergomból, a művelődési házból. A csillagászati hónap nevű, de igazából űrkutatással, idén legalábbis főleg űrkutatással foglalkozó sorozatunk középső előadásához értünk. Mielőtt belekezdenénk, egyrészt mondok pár dolgot még a múlt heti hírek folyamányaképpen, másrészt van még egy vendégünk, majd ő is szót kérne. Múlt héten emlegettük a Phobos-Grunt Mars szondát, amit ugye arra szántak, hogy elmenjen a Mars Phobos nevű holdjához, és onnan talajmintát hozzon vissza a Földre. Egy héttel ezelőtt ott tartottunk, hogy fölbocsátották Föld körül keringet, de sajnos nem sikerült beindítani a hajtóművét, amivel a földkörüli pályát elhagyhatta volna. Sajnos ez azóta se sikerült, és most már gyakorlatilag esély sincs rá, mert a akkumulátorok szépen lemerültek, úgyhogy sajnos ő űrszemétté vált, kering a Föld körül, és majd vissza fog térni, de erről majd két hét múlva bővebben az űrszemét kapcsán. A másik, ugye a mai témánk az egy magyar űrkutatási fejlesztés. Ha már itt tartunk, akkor meg kell említeni egy másik magyar fejlesztést, a MASZAT-ot, ami egyetemi fejlesztésű műhold. Már jó ideje készülget, és most úgy néz ki, hogy föl is fog jutni. Eddig ugye ez nem volt biztos, most se biztos, mert egy olyan rakétával szeretnék elindítani jövő év elején, ami egy új fejlesztésű hajtómű. Következésképpen az első indítás az nem szokott minden esetben zökkenőmentesen zajlani, de bízunk benne, hogy fog repülni jövőre a első teljesen magyar műhold. Mielőtt átadnám a szót az előadónknak, köszöntöm körünkben Nagy Sándor barátomat, aki a Komárom-Esztergom megyei egyesület képviselőjeként van itt, és mivel a fő támogatója vagy egyik szervezője ennek a előadássorozatnak a megyei TIT, ezért pár szót ő is szeretne szólni hozzám. Köszönöm a lehetőséget. De amit el kell, hogy mondjak, hogy a tavalyi év folyamán a Komárom-Esztergom megyei tudományos ismeretterjesztő társulat pályázott az új Magyarország fejlesztési terv keretében kiírt TÁMOP 323-as pályázaton, és nyertünk ezen a pályázaton. Ez a pályázat az élethosszígtartó tanulás, az építőközösségek, tehát közművelődési intézmények támogatására írták ki. És hát ennek a pályázat keretében tudjuk támogatni ezt a programot is, illetve hát a megyében több városban, községben tudunk szakköröket, csillagászatköröket, tehetséggondozó szakköröket indítani, illetve ezen felül még különböző hátrányos helyzetű a munka világában ezen visszatérni tudó emberek angol, digitális kultúra tudását növelni különböző tanfolyamok keretében, és hát ez az előadás, illetve ez az előadás sorozatot is támogatja, tudjuk támogatni ezen a pályázat keretében belül. Ennyit szerettem volna, köszönöm a lehetőséget, és átadom a szót Kerékgyártó Tamásnak, aki a Puli Space Team csapatában a gépészmérnöki csapatot vezeti. Hát is adnám a szót Tamásnak, és akkor ő ebben fog tájékoztatni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
Akkor engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Kerékgyártó Tamásnak hívnak. Körülbelül április környékén csatlakoztam a Puli nevű magyar csapathoz, akinek nem kevesebb a célja, mint hogy egy járművet, egy holdjárót juttasson el a Holdra. Nem magunktól találtuk ki ezt az ötletet, ez egy nemzetközi versenynek a keretében megszervezett dolog, ami azt jelenti, hogy világszerte 29 csapat indult el ezen a versenyen, amit a XPRIZE alapítvány írt ki, és a Google is nevét adta, illetve a támogatását adta ehhez a versenyhez. A 29 csapatból ma már 26 olyan csapat van, csak aki versenyben van, és ennek a 26 csapatnak vagyunk mi is a részesei, egyedüli magyar csapatként. Egyesült Államokban van több csapat, Európában is több csapat, illetve a Távol-Keleten is vannak csapatok, akik neveztek ebbe a versenybe, és mindenki azon dolgozik, hogy az XPRIZE alapítvány által kiírt feltételeknek megfeleljen, és azoknak a követelményeknek eleget tegyen, amit ugye támasztanak a csapatokkal szemben. Többet fogok mondani később majd az XPRIZE alapítványról és magáról a versenyről. A előadás első felében viszont először arról szeretnék szólni, hogy mi is az, hogy Hold. Miért fontos az égi kísérőnk, miért szeretnénk oda eljutni, miért fontos az emberiség számára, hogy egyáltalán megismerje ezt a égi testet, és hogy milyen technikai kihívásokat támaszt ez elénk, hogy ezt a égi kísérőt elérjük, illetve mivel kellett megbirkózni a múltbeli misszióknak ahhoz, hogy a Holdra tehessék a lábukat. Ugye a Holdról tudjuk, hogy körülbelül 30 nap alatt kerüli meg a Földünket, 27,1 nap, és a Földtől való átlagos távolsága csak nem 400 ezer kilométer, ami egy elég tetemes távolság. Ugye a Holdnak mindenki ismeri a fázisait, ezek a fázisok a Hold keringéséből fakadnak, ugye, hogy ez alatt az idő alatt megkerüli a Földet. És ami még egy érdekes dolog, hogy a Hold mindig ugyanazt az arcát mutatja a Föld felé. Ez abból az egyszerű tényből adódik, hogy a Holdnak a tenger körüli forgása is ugyanannyi időbe telik, mint amennyi idő alatt ő megkerüli a Földet. Ezért látszik a Hold mindig ugyanolyan arculatúnak. Átmérője 3476 km egész pontosan. Ezt úgy tudjuk elképzelni, hogyha magunk elé szeretnénk képzelni a Holdnak a méretét, hogyha magunk elé képzeljük a földgömböt, és mondjuk Európát a földgömbön, akkor ez a kicsit kevesebb, mint 3500 km-es távolság, ez körülbelül lefedni Európát, hogyha így ráraknánk a földgömbre. Tehát elég nagy méretű égitestről van szó, ami kíséri a földünket. És a nehézségi gyorsulás a Földjének az 1/6-oda. Ez több mindent jelent műszaki szempontból is számunkra. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy a szerkezetek, amiket a Holdra küldünk, azoknak nem kell akkora terheléseket elbírni, mintha a Földre terveznénk őket. Ugye emiatt a 1/6-od g miatt. Sokszor láttuk videófelvételeken, a NASA-nak a felvételein, hogy ha az űrhajósok sétálgatnak a Holdon, akkor bizony, ha ugyanakkor átlépnek, mint a Földön, magasabbra tudnak elrugaszkodni. Ugye látunk ilyen ugráló űrhajósokat, illetve látjuk, hogy ezzel sokkal nagyobb távolságra tudnak felemelkedni. Ez mind amiatt van, mert egyszerűen a Holdon a gravitációs gyorsulás az kisebb, mint a Földön. Milyen a holdi környezet műszaki szempontból, mérnöki szempontból, illetve az emberre gyakorolt hatását tekintve? Hát ha jobban megnézzük, egy elég zord vidéket találunk a Holdon. Először is a hőmérséklet az nagyon széles tartományokban változik. A Holdon két hétig van éjszaka és két hétig van nappal, ugye a tenger körüli forgásából adódóan. És a két hét éjszaka alatt bizony a hőmérséklet lemehet mínusz 230 fokra is. Ha belegondolunk, hogy mondjuk Magyarországon a leghidegebb téli hónapokban is mínusz 20-25 fok szokott lenni, hát eléggé didergünk már ebben a hőmérsékletben, és mínusz 230 fokon el lehet képzelni, hogy milyen körülmények uralkodhatnak. És
mindez hatással van azokra a szerkezetekre, amiket oda küldünk, nem lehet bármit oda küldeni, hiszen ha nem megfelelő anyagból készítünk el egy holdjárót, akkor az könnyen eltörhet, vagy egyéb problémák adódhatnak vele. Egyszerű például ha egy csapágyazásra, egy motorra, vagy bármi hasonló dologra gondolunk, nagyon extrém körülményeket kell ezennek a szerkezetnek kibírniuk. A másik véglet az a plusz 130 fokos hőmérséklet ugye napközben, ami a felszínt felmelegíti, és ez nem csak a felszínt melegíti fel, hanem a szerkezetünket is, amit a Holdra elküldünk, és mivel a Holdnak nincsen légköre, ezért nincsen az a közeg meg a Hold felszíne fölött, ami ezt a hőt egy kicsit elossza. Tehát, hogyha ott van egy bármilyen test a Holdon, amelyik irányból süti a nap, abból az irányból nagyon fel fog melegedni, a másik irányból pedig, ahol éppen árnyékban van, az pedig ugyan nagyon hideg lesz. Emiatt a fémes vagy bármilyen szerkezetekben olyan feszültségek alakulhatnak ki, hogy kárt tehetnek a járműben, hogyha ez nem megfelelően van megtervezve. Ezzel kapcsolatos még az is, hogy ugye ha fenn van egy szerkezet a Holdon, mondjuk tegyük fel a Holdon, vagy a világűrben, nagy különbség nincsen, a hőt, amit termel a szerkezet, ugye van benne akkumulátor, vannak benne elektromos berendezések, vannak benne motorok, amit termel a szerkezet, azt valahova le kell adni, mert ugye ezek hőt termelnek, hőtermeléssel járnak. Na most a Földön, vagy akár a Marson is ezt a hőleadást nagyon könnyű megoldani, hiszen van légkör. Tehát könnyedén át tudjuk adni a környező gázoknak ezt a hőt. A Holdon erre nincsen lehetőség, hiszen hogyha ott valami felmelszik, akkor az meleg, ha valami lehűl, az pedig hideg. Egyetlen hőátadási lehetőség az a kisugárzás, ha ki tudjuk sugározni ezt a hőt valamilyen irányba, jellemzően mondjuk valamilyen árnyékos irányba. Tehát itt jön szóba az, hogy nem mindegy, hogy milyen, az sem mindegy, hogy milyen színűre festjük majd az adott alkatrészeket a holdjáron, hiszen a kisugárzás ez mind nagyban befolyásolja. Nincsen mágneses mezeje a Holdnak. Az, hogy nincs mágneses mező, az abból a szempontból lényeges, hogy ugye a világűrben rengeteg kozmikus sugárzás van, ami a Földünket nem éri, hiszen van légkörünk, van mágneses mezőnk, ami mind biztosítja azt, hogy a sugárzások nagy része az megszűrődik, és hozzánk már csak az ér el, ami számunkra nem ártalmas. Tudjuk például, hogy a röntgen sugárzás az nem túl egészséges, na az is van a világűrben, hogyha ott mondjuk egy emberi lényt kitennénk ennek a, vagy szerkezetet ennek a sugárzásnak, akkor sokkal hamarabb tönkre menne, mint hogyha nem éri ez a folyamatos háttérsugárzás. Mikrometeorit becsapódások is vannak a Holdon, és nem csak mikro, hanem makrometeoritok is. Tehát látjuk a Hold felszínét, hogy tele van kráterekkel, tele van becsapódási nyomokkal. Légkör hiányában ezek mind elérik a felszínt, és mindig kisebb-nagyobb krátereket hoznak létre. És a holdpor az még egy nagyon érdekes és furfangos dolog, hiszen a holdpor, amit regolitnak hívunk más néven, az egy nagyon finom, ilyen szinte púderszerű por, és ez a por ráadásul olyan kristályokból áll, ami nagyon éles, nagyon tud karcolni, tehát minden felületet meg tud sérteni, és ez a por ráadásul elektrostatikusan fel tud töltődni. Tehát ha ez egyszer feltöltődik, akkor rátapad mindenre, rátapad a napelemünkre, rátapad a szerkezetre, amit felküldtünk, a holdjárunkra, a leszállóegységre, bármire rá tud tapadni. Amikor az amerikaiak feljártak a Holdon, akkor a ruhájuk is tele volt ezzel a holdporral, ami ki van állítva amerikai múzeumokban holdruha, az űrhajósok holdruhája. Mai napig lehet látni rajta ezeket a holdpor szemcséket, rajta hagyták ugye demonstrációs célnak, vagy célként. Ez is egy olyan dolog, amivel meg kell küzdeni egy holdra lépő járműnek. Ezek miatt a dolgok miatt is szerintem mondhatjuk azt, hogy a holdra elküldeni egy járművet sokkal nehezebb feladat ott a túlélés, mint mondjuk egy marsi környezetben, hiszen a Marsnak van légköre, nincsen hővezetési probléma, nincsen olyan durva a holdpor, mint a Holdon. Nappalok, éjszakák sűrűbben váltakoznak, tehát ugye a légkör miatt sincsen akkor a hőmérséklet ingadozás. Tehát látjuk, hogy egy elég zord körülmény az, ami vár bármilyen járművet, vagy bármilyen lényt a Holdunkon.
Kicsit beszéljünk arról, hogy milyen szerepe van a holnak az életünkben. Ugye az emberiség már elég régóta felfigyelt, hogy van ott fent egy égitest, amiről nem tudták nagyon régen még, hogy micsoda, viszont azt tudták, hogy nagyon jól lehet például hozzáigazítani naptárakat. Tehát az első naptáraink is a hold mozgásának, illetve fázisainak köszönhetők. Ami közvetlen fizikai hatás a Földre nézve, az az árapály jelenség. Ugye tudjuk, hogy a tengerparti területeken élő emberek tapasztalják folyamatosan ezt a jelenséget, amikor is a tenger szintje az felemelkedik, hol pedig lesüllyed. Attól függően, hogy a holdunk éppen a Földnek melyik, a Föld melyik pontja felett tartózkodik. Különböző élettani hatásai is vannak a holdnak. Különböző mítoszok is fűződnek a holdhoz, teli holdhoz, rengeteg regény és film íródott ugye ezekben a témákban. Ezek a források szinte kimeríthetetlenek a mai napig. És hát annak idején, ugye, amikor még nem volt ez a nagy technikai fejlettség, az ember elképzelte, hogy milyen is lenne eljutni a holdra. És Jules Verne-t mindenki ismeri, ő itt az egyik olyan regényt, ami holdutazásról szól, és az ő elképzelése nagyon egyszerű volt arról, hogy hogyan lehet a holdra eljutni. Ugye nagy, kis távolságokban el lehet úgy jutni, hogy egy puskából kívülünk egy puskagolyót, vagy egy ágyúból egy ágyúgolyót, akkor egy nagyobb távolságra, mint a hold, miért ne lehetne úgy eljutni, hogy kilőjünk egy nagy ágyból egy nagy ágyúgolyót, amiben esetleg még embereket is teszünk, tehát ilyen formán embert is el lehet juttatni a holdra. Ez volt az ő meglátása, koncepciója. Hát a regény az nagyon sikeres volt, és ugye tovább gondolta a koncepciót Verne, egész hold vonatokat képzelte, hogy a jövőben majd ilyen módon fogunk a holdra utazni. Szerintem nem tévedett nagyot, mert azért most már látjuk, hogy van realitása hasonló dolgoknak, ugye a jövőt nézve. Hát a hold kapszula az egy meglehetősen kényelmes szerkezet volt az ő álomvilágában, tehát ugye volt kanapé, volt kis asztal, ki volt pályázva, volt szép ablaka, hogy a panoráma mégis szép legyen. Ugye az űrkabinból kutya is elfért a hold kapszulában, tehát teljes minden megvolt, amire az embernek szüksége volt. Hát ma már tudjuk, hogy ez nem ennyire egyszerű, sőt az űrhajósok azok igencsak szűkölködnek a helyben egy-egy ilyen utazás során. Aki látta már mondjuk az Apollo programnak a kapszuláját belülről, vagy fényképeket róla, nem sok hely van bent. Sőt, a Holdcomban is csak annyi hely volt, hogy tényleg két ember ott állva éppen el tudott félni, és éppen tudtak mondjuk öltözködni, vagy vetkőzni. Első lépések a világűrben, hogy a Sputnik volt a legelső olyan mesterséges test, amit emberek a világűrbe küldtek, a Szovjetunió tette meg ezt a lépést először. A Sputnik az semmi többet nem tudott, csupán annyit, hogy egy kis pityogó hangot, vagy pityogó jelet képes volt kibocsátani magából. Ez arra tökéletesen elég volt, hogy demonstrálja a Szovjetunió azt, hogy igen, ők feljutottak a világűrbe, igen, ők a világűr, tehát gyakorlatilag a Föld keretein kívül képesek eljutni a Föld bármely pontja felé. És ettől nagyon megijedtek mind az amerikaiak, mind más nemzetek, hogy hoppá, hogyha ők ilyet tudnak, akkor lehet, hogy esetleg mondjuk rakétát is tudnak szerelni arra a járműre, és akkor veszélyben vagyunk, mert a Szovjetunió gondol egyet, és akkor mondjuk megtámadja akármelyik országot. Ez a pont volt az, amikor elindult egy elég éles űrverseny a Szovjetunió és az Egyesült Államok között. Amikor is az Egyesült Államok megunt egy idő után, hogy folyamatosan másod hegedűsként kullog a Szovjetunió mögött, és ugye John F. Kennedy tette egy nagy bejelentést 1961-ben, hogy az Egyesült Államok kitűzi a holdra szállást, mint következő célt. És ezt gyakorlatilag 1969-ig meg is valósították. Nagyon nagy erőbedobással, több ezer ember dolgozott a projekten, folyamatosan éjjel-nappal, és így sikerült elérni ezt a meglehetősen nagy célt. Mi kell ahhoz, hogy holdra szálljunk? Az rendben, hogy eldöntöttük, hogy le akarunk szállni a holdra, de körülbelül annyit tudtunk róla, amennyit a földi távcsövekkel meg tudtunk figyelni. Ami nem túl sok információ. Nem tudtuk, milyen a felszín, nem tudjuk, mi van ott.
nem tudtuk, hogy le lehet-e rászállni egyáltalán, vagy pedig, hogyha bármit leteszünk a felszínre, akkor fogja magát és elsüllyed rögtön. Szóval nem tudtunk semmit, éppen ezért elkezdtek az űrkutatók különböző holdszondákat küldeni a hold felé. Az egyik ilyen szonda volt a Ranger szonda sorozat, aminek az volt a feladata, hogy a felszínről, a hold felszínről készítsen minél részletesebb képeket. Ugye akkoriban még az elején járt a navigációs fejlesztés is, ugye a világűrt tekintve, tehát a legegyszerűbb megoldásnak az mutatkozott, hogyha elküldünk valamit a hold közelébe, és úgy készítünk fényképeket, hogy egyszerűen lezuhan a holdra ez a jármű, és miközben zuhan, ő egyre több és egyre nagyobb felbontású képeket tud és részletesebb képeket tud csinálni a hold felszínéről. Úgyhogy ez a Ranger szonda, ez zuhanás közben ilyen hasonló részletességű képeket csinált, mint amit itt lehet látni. Most nem látszik a kép alján, de itt volt egy magasságmérő még, ami látszott, hogy milyen magasan van a szonda, és ugye azok a kis keresztek is azért volnak a képen, hogy a magasságból, illetve a keresztek méretéből meg lehetett állapítani, hogy egy-egy tereptárgy az milyen nagyságú. Tehát ekkor már volt részletesebb kép arról, hogy milyen a hold felszíne, legalábbis, hogy milyenek az alakzatok rajta, viszont nem volt információ arról, hogy a felszín milyen anyagú és milyen kialakítású. Következő lépés volt, hogy folyamatos hold körüli keringéssel szintén feltérképezték a holdnak a felszínét. Itt már egy ilyen globális képet kaptak a felszínről, és sokkal pontosabban meg tudták határozni, hogy mondjuk hol akarnak leszállni. Nyilván, hogyha egy hold expedíció elmegy a holdra, akkor nem olyan terepen szeretne leszállni, mint mondjuk sziklás vagy tele van kráterekkel, hanem egy meglehetősen simább talajon. Mutatja ezt az Apollo 11-nek a küldetése is, hogy ők is a Nyugalomtengerit választották ugye leszállási helynek, és ami ugye viszonylag sima területnek mondható. Ennek ellenére, amikor az Apollo 11 leszállt, akkor kb. 30 másodperccel a talajtérés előtt észrevette Neil Armstrong pilóta, hogy egy marha nagy kráter felé haladnak, és neki ott pillanatok alatt kellett dönteni és korrigálnia, hogy tovább viszi a járművet, vagy pedig megnyomja a megszakítás gombot és visszatérnek a keringőegységhez, és ezzel megszakítják a holdra szállást. Hát utólag kiderült, hogy jól döntött Armstrong abban a néhány másodpercben, vagy néhány tized másodpercben, és a 30 másodpercnyi üzemanyagával, ami maradt még a holdkomban, arrébb navigálta a holdjárót, és letette néhány méterrel arrébb. Úgyhogy nem volt izgalomaktól mentes az első holdra szállás, ebben a tekintetben sem. A lunar orbiterek ehhez hasonló részletességű képekkel tudtak szolgálni, ami azt jelenti, hogy elég szép és közeli képeket láttunk a hold felszínéről. Hogy tudjuk azt meg, hogy milyen a holdnak a talaja, mielőtt mondjuk ember küldünk rá? A Surveyor sorozatnak voltak ilyen kialakításuk és járművei, és ők voltak az elsők, akik leszálltak a hold talajára az amerikaiak közül, és amint leszállt a hold talajára, ugye kíváncsiak voltak a kutatók, hogy ez a kis tappancs, ez mennyire nyomódik be a hold felszínébe. Meg tudjuk állapítani a por vastagságát, illetve azt is, hogy mennyire süllyed be egy ilyen jármű. Úgyhogy miután leszállt a felszínre ez a jármű, akkor utána egy picit még valamennyi ideig újra begyújtotta a rakétáit, arrébb tette magát, csak néhány centiméterrel, és lefényképezte a saját lábnyomát, hogy megnézze, hogy mennyire nyomódott be a talajba ez a nyom, illetve ebből lehetett vonni különböző következtetéseket arra vonatkozóan, hogy mégis milyen lehet a talajnak a szerkezete. Itt ki is derült, hogy alkalmas a talaj leszállásra, és alkalmas arra, hogy különböző szerkezeteket juttassunk a felszínre. Ugye ez mind nagyon régebb volt, tehát a 60-as években, amiről eddig beszéltem. Azóta rengeteget fejlődött a technika, járt ember a Holdon, gondolkoznak most is a nagyhatalmak, hogy újra lábukat tegyék a Holdon. Én egy kicsit beszélnék most a különböző olyan
járművekről, roverekről, amiket más régi testekre küldtek, legkézenfekvőbb a Mars járművekről beszélni, hiszen azok hasonlítanak a legjobban arra, vagy pontosabban azok tartalmazzák azt a technológiát, ami a mai nap is szóba jön, mint bármilyen idegen testre letehető jármű. Ugye 1990 az egységet magára a talajra. A leszálló egység ez a három napelem táblából álló egység, ami a Pathfindernek a leszálló egysége volt, és rajta itt látható, ugye ez a kis Mars jármű, ami leszállás után fogja magát és legurul a leszálló egységről, és ezzel együtt elkezdi a saját kis útját. Itt szeretnék mutatni egy kisebb videót arról, hogy hogyan is történik magának egy ilyen járművek a világűrbe küldés, illetve Marsra küldése. Először is kell egy hordozó rakéta. A hordozó rakéta azért trükkös, mert minél nagyobb tömeget akarunk a világűrbe juttatni, annál több üzemanyagra van szükségünk, tehát egy jármű tervezésénél ezt nagyon figyelembe kell venni, hiszen exponenciálisan növekszik a költsége a dolognak, minél nagyobb tömeget akarunk feljutatni, annál nagyobb rakéta kell. Elindul a rakéta a világűrbe, majd egy idő után leválnak a száraz hajtóanyagot tartalmazó hajtóművei, rakétái, és szépen a rakéta folytatja tovább az útját ugye a Mars felé, ilyen esetben a Mars felé, ez a 97-es Pathfinder. Ekkora egység marad ugye a föld körüli pályára a térés után az egész rakétából, ami nem egy túl nagy egység, és ezután gyakorlatilag kinyílik, ugye vége van a felszállási résznek, a hajtómű lekapcsolódik, és látjuk, hogy kicsit megpörgeti a rendszer magát a Mars járművet azért, hogy ezzel is stabilizálja a mozgását. Innentől kezdve, mintha így meglöknénk az egészet, így szabadjára ereszt, és gyakorlatilag saját magának folytatja az útját tovább a világűrben. Hónapokig, 5-6-7, attól függ, hónapig utazik a világűrben a Mars felé ez a jármű, és itt már csak kisebb korrekciók vannak a végén, leginkább leszállás közben, amikor ő megérkezik a Marshoz, érzékelni fogja, hogy ott van a helyszínen, és még egy fontos dolgot itt meg kell említeni, ugye a Mars az olyan távolságban van tőlünk, hogy a fénynek, illetve a rádiójeleknek is 20 percre van szüksége ahhoz, hogy elérjék ezt az égitestet. Ez egyből egyértelműen következik az a dolog, hogy nem lehet direkt távirányítással semmilyen járművet ott leszállítani, hiszen 20 perc kell addig, mire megérkezne az információ, és megint 20 perc kell, mire visszaér hozzánk a visszajelzés. Tehát amit itt most látni fogunk, az mind automata módon történik, és mind a rendszer saját maga tudja, hogy neki mit kell csinálnia. És amint megtörténik a leszállás utána, csak 20 percet tudja meg a Földi Irányító Központ, hogy sikerült-e a leszállás. Miért beszélek erről? Azért, mert a Holdon is hasonló helyzet, igaz, ott nem 20 perc a különbség, hanem csak 1,3 másodperc, viszont ez is elég már arra, hogy arra kelljen hagyatkoznunk, hogy automata leszálló rendszert kelljen kifejlesztenünk. Nézzük, hogy mit is tud magától ez a szonda, amit a NASA kifejlesztett. Ugye a Marson van légkör, a légkört eleve felhasználjuk arra, hogy lefékezzük a szondánkat, ugye a légellenállás segítségével, hőpajzsok segítségével. A Holdon erről nem lehet szó, hiszen ott nincsen légkör, ott kénytelenek leszünk rakétával megoldani a fékezést, csak ez a módszer jöhet szóba. Fékeződik a jármű, amint megfelelő, ilyen alacsony sebességre lefékeződött, akkor ez a jármű úgynevezett pattogós módszert használ, ami azt jelenti, hogy felfúj néhány lufit. És ezek a lufik azok a ballonok, amik védik a járművet az eséstől. Lefékez teljesen nulla sebességre, majd néhány méterrel a talaj fölött elengedi ezt a ballont, és ez pattog. Most el lehet képzelni, hogy egy ilyen ballonban micsoda ütéseket és terhelést kap így is a szerkezet. Nem, hogyha még nagyobb sebességgel esne le.
Úgyhogy ha ilyen pattogós módszerrel tervezi valaki a leszállást, akkor neki számolnia kell azzal, hogy nagyon nagy ütéseket fog kapni a szerkezet, ami bent van ebben a ballon rendszerben. Amint megérkezett ez a ballon, ugye ezek leeresztenek, és szépen, mint egy virág kinyílik a leszálló egység. Ügyes leszálló egység, hiszen teljesen mindegy, melyik oldalára érkezik, ő úgy fog kinyílni, ahogy neki lennie kell. Rosszul mondtam, ez nem a Pathfinder, ez a Spirit és az Opportunity nevű szonda, amit most látunk megérkezni a Marsra. Megérkezett, kinyitja a napelemeit, el tudja most már látni magát energiával, és ugye elkezdi a saját kis felfelező útját. Ők napelemmel oldották meg az energiaellátást, aminek van előnye és hátránya is. Hátránya leginkább az, hogy nagyon napfüggő, nagyon függ attól, hogy a bolygónak melyik részén szállunk le, egyenlítőhöz közel vagy egyenlítőtől távol. Illetve hát a Marson ugye van szél és van por, ami rá is tudja fújni a port a napelemekre, viszont le is tudja fújni róla, hogyha éppen arra van szükségünk. Itt látható a képen a Spirit és vagy az Opportunity nevű rover. Ez a NASA-nak szerintem a mai napig az egyik legsikeresebb Mars küldetés projektje, hiszen 2004-ben indult ez a két jármű a Marsra, és az Opportunity az a mai napig működőképes és jár a felszínen, ahhoz képest, hogy ők 3 hónapra tervezték ezt a küldetést, ahhoz képest már fenn vannak hát gyakorlatilag 7 éve a Marson. És a Spirit sem olyan régen adta meg magát, tehát néhány hónappal ezelőtt. És ez mind mutatja azt, hogy mennyi lehetőség van ezekben a járművekben, és mennyire profi módon rakják össze azok a szakemberek, akik ehhez értenek és hozzáállnak, és nekiállnak. Nem tudom, hallottak-e már erről a járműről. Ez a NASA-nak a következő Mars rovere. Úgy gondolták, itt az ideje, hogy küldjenek még egy járművet a Marsra. Ez a Curiosity nevű jármű, ami mi gondolnak, mekkora lehet ez a szerkezet? Látta-e már valaki, hogy ez mekkora? Milyen méretű? Kicsit több, nagyobb lesz. Ez akkora, mint egy személyautó. Tehát ha mellé állok, akkor hát nem biztos, hogy a fejem az magasabb, és biztos, hogy nincs magasabb, mint ez a kamera ott a tetején. Érdekes volt, annak idején a tavalyi évben a NASA élőben közvetítette egy Ustream-es csatornán azt az élőképet adott abból a laboratóriumból, ahol szerelték ezt a rovert, és úgy sűrögtek, forogtak közte az emberek. Sok mindent nem lehetett látni a felvételeken, csak az, hogy szerelnek valamit, de mindenképpen érdekes volt maga az élmény, hogy be lehetett látni ebbe a szobába, ahol ezt a járművet összeszerelték. Mi az, ami első körben így feltűnik a járművön? Nincs napeleme, ugyanis ez a jármű ez plutóniummal működik, tehát atomenergiát használ. Ez is egy megoldás, tehát így is lehet energiával ellátni egy járművet. Ő valamivel több mint egy évig fogja bírni azzal az anyaggal, ami benne van. És több előnye van ennek, ugye nem kell azon aggódni, hogy a napelemek beporolódnak-e, nem kell azon aggódni, hogy süt-e a nap, vagy éppen éjjel van, ez akár éjjel is tud menni, hogyha úgy döntenek a mérnökök. Szóval rengeteg előnye van ennek a... Igen. A motorok vannak minden egyes kerékben, tehát ugye amit a NASA készített eddig járműveket, azok mind ilyen 6 kerekű járművek voltak legtöbbje, főleg a mostanában felküldöttek. A motorok azok a kerék agyban vannak, tehát a kerék tengelyben vannak beépítve, és azok hajtják egyenként minden egyes kereket. Ugye ezt a rábkialakítást, ezt azért látjuk rajta, hogy a akadályokon könnyebben át tudjon bukdácsolni, át tudjon menni. Nyilván ilyen nagyobb sziklákkal őse
tud megbirkózni. Majd látni fogjuk a holdjáró koncepciónkban, hogy mi a holdra szálláskor abban gondolkodunk, hogy minél nagyobb akadályokon is át tudjunk lépni. Tehát pont ezért egy ilyen rúdláb, pálcikaláb kialakítású makettünk már elkészült, és jelenleg folyik a második iterációs rover tervezés, ahol szakítani szeretnénk ezzel a koncepcióval, és kicsit megmutatni azt, hogy hogyan lehet újféle módokon, mondjuk terepen közlekedni, akár holdi, akár bármilyen más terepen. Nézzük meg most, hogy a Curiosity hogy fog leszállni a Marsra, hogyha egyszer megérkezik. Ugyanis az ő landolási koncepciója az sok mindenben eltér a Spirit-től és az Opportunity-től. Eddig ugyanaz. Ugye van egy hővédőpajzs, van egy légkör, amin át kell menni. Kicsit korrigál, hogy azért mégis jó irányból érkezzen. Kinyitja az ejtőernyőit, amikor már kellő sebességgel lelassult, ledobja a hővédőpajzsot magáról, és itt már látszik a kis jármű, ami már nyitja a kerekeit, ugye, hogy közvetlenül talajt tudjon érni. Tehát itt nincsen hagyományos értelemben vett leszállóegység, hanem a leszállóegység az maga, ami ott a rover tetején látható, amiben a kis fékező rakétái vannak. Ez leviszi egészen közel a talajhoz a járművet. Majd mikor kellő közelségben van, akkor leereszti egy ilyen kábelkötek segítségével, szépen finoman leteszi a talajra. Közben folyamatosan monitorozza a magasságot, hogy mennyire mehet még el. Talajt ért, kábelkötek kioldódik, a leszálló egység az valahol leteszi magát, teljesen mindegy, hol, arra már nincsen szükség. És utána a kis jármű az fogja magát, és szépen feléled, és itt van az a pillanat, amikor ő először tudja elküldeni a földre, hogy igen, megérkezett, és ugye ennek is van egy ilyen 20 perces átfutási ideje. Ugye láttunk most két különböző módszert arra, hogy lehet leszállni egy idegen égitesten. Ha arra gondolunk, hogy előnyök, hátrányok, akkor mondjuk mi lehet a nagy... mi lehet az előnye és mi lehet a hátránya mondjuk egy ilyen ballonos leszállásnak? Mondjuk mi lehet a hátránya annak, hogyha ballonnal pattogunk a felszínen és próbálunk landolni? Pontatlan lesz és nagy terhelésekkel méretezni a szondát. Pontatlan lesz nagy terhelésekkel méretezni a szondát, pontosan. Kontrollálatlan. Igen, célzás nem megfelelő. Valamint van még egy érdekes dolog ezek mellett, hogy ugye kontrolláltan nem tudjuk, hol áll meg, és az energia minimum elvéből adódóan hol fog megállni? Gödörben, esetleg egy kráter mélyén. Tehát hogyha ballonnal száll le valaki, akkor neki nagyon kell tudnia, hogy hova száll le, és nagyon biztosnak kell lenni abban, hogy ahova leszáll, ott nem lesz nagy mélyedés, nem lesz kráter, nem lesz semmilyen akadályozott tényező, hiszen ha egy kráter fenekére érkezik, akkor rögtön azzal kezdheti, hogy abból ki kell mászni. Ami nem biztos, hogy jó egy ilyen küldetés esetében. Ezzel szemben a precíziós leszállás akkor jó, hogyha olyan környékre kíváncsi az ember egy idegen égitesten, ahol nehéz a terep. Tehát sok a szikla, sok a kráter, akkor jobb azt választani, hogy igen, nézzük meg, hogy hova tudjuk letenni ezt a járművet, és oda tegyük le, ahova mi szeretnénk. Két koncepció között ez a kettő, ami különbség. Ennyi volt körülbelül az első része az előadásomnak. Második felében arról szeretnék beszélni, hogy mi is az XPICE alapítvány, kik ők, mit csinálnak, miért csinálják, mi a Google Lunar XPICE verseny, miért jött ez létre, és hogy mik vagyunk mi puli csapat, tehát hogy csatlakozunk ebbe az egészbe. Az XPICE alapítvány rengeteg versenyt hirdetett az idők folyamán. Itt néhányat látunk felsorolva. Neki tulajdonképpen annyi a célja, hogy olyan célokat tűzzön ki csapatok és emberek elé, amik első körben úgy tűnik, hogy vagy megvalósíthatatlanok, vagy nagyon nehéz megvalósítani, illetve nagyon sok energiabefektetés kell, és senki nem csinált még ilyet előtte.
Pont ezért ezek a versenyek elég felkapottak szoktak lenni. Egyet szeretnék kiemelni ezek közül, pontosabban kettőt. Az egyik az Charles Lindbergh nevéhez fűződik. Annak idején kiírtak egy versenyt arra, hogy 1900-as évek elején, arra, hogy aki megnyeri ezt a versenyt, az kap egy díjat, a cél pedig egy mondatban meg lehet fogalmazni, leszállás nélkül egy repülőgéppel repüljünk át New Yorkból Párizsba. Ugye annak idején senki nem csinált még ilyet, a repülőgépek se voltak annyira csúcs technológiával ellátva, mint ma, és rengetegen próbálkoztak ezzel a dologgal, sokan kuracot is vallottak. 7 évbe telt, míg a képen látható Charles Lindberghnek sikerült ezt megcsinálnia, ezt a vállalkozást. És az érdekesebb része ezután jön, gyakorlatilag erre a momentumra épült az egész kereskedelmi repülőgép közlekedés, a repülőgépipar. Hiszen ez volt az a pont, amikor rájöttek az emberek, bebizonyosodott az, hogy igen, lehetséges óceán fölött átrepülni repülőgéppel. Addig úgy gondolták, hogy ez nem lehetséges, hiszen senki nem csinált ilyet. Tudtuk, hogy a repülőgép az emberre való, meg tudtuk, hogy úgyis lezuhan, meg úgy se tud elég üzemanyagot vinni. Amint ez bebizonyosodott, szépen elkezdett a repülőgépipar fejlődni, és hát látjuk, hogy mivé nőtte ki magát. Ma is vannak hasonló versenyek. Az Ansari X-Prize az egy már űrkutatással kapcsolatos kategória. Itt az űrturizmust szerette volna az X-Prize alapítvány kicsit támogatni, és a versenynek a célja az volt, hogy űrhajót kellett a világűrbe juttatni, magántőkéből, magánfinanszírozásból, és aki ezt megoldotta, az több millió dollár kap ezért a cserébe. És volt egy csapat, akinek ez sikerült, és aki megnyerte ezt a versenyt, ez a Spaceship One nevű űrhajót fejlesztette ki teljesen magántőkéből, ami ugyan nem képes arra, hogy földkörüli pályára álljon, és nem képes elhagyni mondjuk a Földnek a földkörüli pályáját, viszont képes arra, hogy a világűr határán kívülre merészkedjen, tegyen valamekkora távolságot, és visszajöjjön a Földre. Ez egy levegőből indított űrhajó gyakorlatilag, itt nincsen űrrakéta, felviszik egy repülővel, és onnan indítják útjára, ebbe 3 ember fél bele ebbe a gyakorlatilag űrhajóba, és hát az űrturizmus egy mérföldkövének tekinthető ez a szereplés is. Itt látunk különböző ábrákat, képeket, hogy milyen magánberuházások vannak az űrturizmus, illetve az űripar felé. Rengetegen foglalkoznak ezzel, és hát az X-Prize alapítványnak is az a célja a jelenlegi Lunar X-Prize versennyel, hogy kicsit kimozdítsa ezt az űrtevékenységet az állami szférából a magánszektor felé. Ugye jelenleg kifoglalkozik űrhajók indításával, a NASA, az oroszok, az ESA, kínaiak, mind állami kézben lévő szervezetek. Az X-Prize alapítványnak az a törekvése, hogy ezután a verseny után ez kicsit megváltozzon is. És rájöjjenek arra az emberek, rájöjjenek arra a cégek, hogy igenis van keresni valójuk az űriparban, az nem egy ilyen misztikus valami, amit csak állami szervezetek tudnak megvalósítani, hanem igenis magánemberek is ki tudnak jutni a világűrbe saját erőből. Nézzük meg, hogy a GLXP, a Google Lunar X Prize verseny milyen feladatokat támaszt a csapatok elé, illetve hát ugye a puli elé is ezzel együtt. 3 pontban össze lehet foglalni a feladatokat. Az egyik pont az, hogy 90%-ban magánpénzből kell finanszírozni a költségeket. Ugye ez összhangban van azzal, amit az előbb említettem, hogy az állami szektorból mozdítsuk ki az űripart a magánszektor felé. 500 métert kell megtenni a hold felszínén. Hát ez egy rövidke mondat, viszont annál több minden van mögötte, ez nem olyan egyszerű megvalósítani. Ennek ellenére 26 csapat velünk együtt, a puli is azon dolgozik, hogy ez sikerüljön. És közvetítést kell küldeni a holdról. Itt nagy felbontású videófelvételeket, képfelvételeket HD minőségben kell a Földre visszajuttatni. Ami, ha a távolságot nézzük, az egy
ez egy elég tetemes mennyiségű adat, és nagyon hosszú idő lehet és idő lesz. Ez azért is érdekes, mondjuk, mint magyar csapattagként mondom ezt, a Holddal nem olyan egyszerű kommunikálni, hiszen a Föld állandóan forog, a Hold is mindig máshol van. Tehát, hogyha mi kommunikálni akarunk a Hold felé, nem elég, hogyha Magyarországon van mondjuk egy antennánk vagy egy kommunikációs rendszerünk, el kell kezdenünk felvenni a világ más tájaival a kapcsolatot, és ott kapcsolatokat kiépíteni, hogy bármilyen irányba forog a Föld, és bárhol van a Hold, mi tudjunk a Hold felé kommunikálni. Hiszen ha a nappalokat és az éjszakákat nézzük, olyan 2 hét az, amíg világosság van a Holdon, tehát addig lehet, hogyha jó rendszer, aktívan tevékenykedni. A külön díjakról még annyit, ugyanis az XPERS alapítvány a külön díja is van, hogy például külön díjjal jár azért, hogyha a holdi éjszakát túléli egy jármű. Ezért jár egy 1 millió dolláros külön díj. Az összdíjazása a versenynek az 30 millió dollár. Hogyha egy csapat eléri a hold felszínt és teljesíti a követelményeket elsőként, az 20 millió dollárt kap ebből az összegből. A második helyezetnek 5 millió dollár jár. És ugye vannak a különböző külön díjak, aki vizet talál, vagy megközelít egy történelmi leszállóhelyet, mondjuk egy Apollo küldetésnek a leszállóhelyét, az is külön díjban részesül, illetve aki a legnagyobb távolságot megteszi a hold felszínen, az is egy külön díjat kaphat a verseny végén. Soknak tűnik ez a 30 millió dollár, így első hallásra. De ha jobban belegondolunk, hogy mennyibe kerül mondjuk a legolcsóbb rakéta, kereskedelmi rakéta, amivel föld körüli pályára lehet állítani egy járművet, az olyan 10 millió dollár környékén van, akkor már nem is olyan sok ez az összeg. És nekünk például nem célunk az, hogy rakétát tervezzünk. Tehát mi azt valószínűleg más forrásokból kell majd megteremteni. Gondolkoznak a csapatok ilyenben is, hogy esetleg társasutazást szervezzenek, tehát az lehet még egy opció, úgy akkor oszlanak a felbocsátási költségek. De ez még marad a jövő kérdése, hogy ez pontosan hogy és mind fog kialakulni. Úgyhogy röviden, tömören ennyit a versenyről. Ugye beszéltem a Mars Roverről, ami a Spirit és az Opportunity volt, illetve a jövőbeli Curiosity-ről is. Volt egy szovjet rover is, a Luna Hold, ami szintén landolt a Holdon. Gyakorlatilag a két koncepció az még mindig nagyon hasonlít egymásra. A Puli az egy teljesen más megközelítésből áll hozzá majd a dologhoz. Magyar vonatkozása is van a Holdon járásnak, ugyanis a Holdautót, amit az Apollo program 3 holdkompja is felvitt magával, Pavlics Ferenc magyar mérnök tervezte. Ő koordinálta azt a csapatot, akik ezt a holdautót tervezték, és a kerék, amit itt látunk magán az autón, az neki a saját szabadalma. És hát ugye büszkék lehetünk rá, hogy magyar kézmunkája van a hold felszínen, és működött, és hasznát tudtak venni az űrhajósok ennek. Nézzük meg, hogy hány csapat van most jelenleg versenyben. Ugye 29-en indultunk, 3 lemorzsolódott, hiszen a XPERS alapítvány az nagyon erős követelményeket támaszt a csapatok felé. Először is regisztrálni kellett minden csapatnak 2010. december 31-ig, aki addig nem tudta regisztrálni magát a versenybe, az nem vehet részt a verseny során. Itt le kellett adni egy olyan anyagot, ami bizonyítja azt, hogy mi tudjuk, hogy miről szól az, hogy holdutazás, és tudjuk, hogy milyen komoly feladat. Illetve volt egy 50 ezer dolláros regisztrációs díj is, amit be kellett fizetni. Tehát az első nagy falat az volt minden csapatnak, hogy ezt a pénzt összeszedje, és tudja regisztrálni magát a versenyre. Ugye látszik a Puli csapat logója is ott van a csapatok logói között. És most szeretnék még egy kis videót mutatni, ami demonstrálja azt, hogy hol is járnak mai nap a csapatok. Hogy haladunk, hol járunk. Ups.
Ugye minden csapat logója látható a jobb alsó sarokban. Itt a csapatok közül van, aki már a leszálló egységét építi, tehát gyártatja. Van, aki még tervezési fázisban jár, van, aki már rover tesztel terepen. Tehát meglehetősen sok csapat nagyon előre haladott állapotban. Itt látható az Astrobotic-nak a leszálló egysége. Sokan repülési teszteket hajtanak már végre. Van, akik még elég kezdetleges koncepciókkal vannak a versenyben. Nyilván ez abból adódik, hogy különböző időpontban indultak a csapatok. Valaki több ideje van már benne a versenyben, valaki kevesebb ideje. Itt nagyon extrém megoldások is megfigyelhetők a képeken. Sokan a hagyományos kerékmódszert választják, amit a Mars roverek is használtak. Sokan pedig egész extrém megoldásokat is választanak. Fontos része a küldetésnek a szimuláció. Sok csapat először leszimulálja a küldetést különböző szoftverek segítségével. Nekünk is ezt kell majd tennünk minden bizonnyal a küldetésnek az elején. Igen, ez egy elég extrém megoldás arra, hogy lehet haladni a Holdon. Van olyan, aki rakétát is fejleszt. Tehát ugye ez egy másik dolog. Ők úgy gondolták, hogy nekik van erre kapacitásuk, hogy rakétát fejlesztenek. És itt látható a Puli koncepciónk, ez gyakorlatilag egy önjáró kis robot, ami még csak demonstrálja, hogy milyen lesz majd a járművünk, amit tervezünk. Őt szoktuk vinni mindenféle eseményekre, bemutatókra, előadásokra, és meg szoktuk futtatni a terepen, hogy lássák az emberek, hogy hogyan is működik. Hogy 2011-ben itt járnak a versenyben résztvevő csapatok. Van egy-két nagyon figyelemre méltó, aki már tényleg előre haladott állapotban van, és hát ugye mi is azon vagyunk, hogy felvegyük velük a versenyt. És ha már a Puliról beszéltem eddig és a csapatokról, nézzük meg, hogy mikik vagyunk. A középen látható fénykép az néhány hónappal ezelőtt készült egy mérnöki megbeszélésünkön. A csapatnak egy jó része látható a felvételen. Kik vagyunk mi? Mérnökök, fizikusok, van jogászunk, van PR emberünk, van kommunikációs felelősünk, dizájnerünk, van a művészeti dolgokkal foglalkozó embereink, hiszen mindenkit szeretettel várunk a csapatba, aki segíteni szeretne ebben a projektben, és azt szoktuk mondani, hogy mindenki, amivel hozzá tud járulni a projekt sikeréhez, azt mi szívesen fogadjuk. Például egy példát mondanék, a csapatnak a tagja, Márton András, a Kft.-nek a dobosa, aki ugyan nem mérnök, meg nem fizikus, de azzal segíti a csapatot, hogy a rendezvényeinken különböző hangeffektusokkal és színvilággal feldobja az eseményt, és hát nyilván a nevét adja magához a csapathoz szintén. Van egy tanácsadó testületünk, akik a háttérből figyelik a munkánkat és segítenek, hogyha arra van szükség. Ennek a tanácsadó testületnek tagja például Almár Iván űrkutató és Lukács Béla fizikusok is. Úgyhogy így néz ki a kis csapatunk. Még annyit megjegyeznék, hogy a csapat gyakorlatilag szabadidejében dolgozik és szabadidejében csinálja mindazt, amit eddig elért és amit el szeretne érni. Hétvégéken dolgozunk, hétköznap délutánonként, nyilván mindenki amennyit le tud csippenteni a szabadidejéből. És szeretnék néhány diát mutatni arról, hogy mi is az időegyenesünk, amit mi elképzelünk, mint időegyenest a verseny során. Ugye a versenynek a hivatalos zárása az 2014 vége. Tehát 2014 végéig valakinek a 26 csapatból el kell jutnia a Holdra. Ez egy elég szoros határidő.
Mi ugye kezdtük azzal, hogy hivatalos GLXP csapat lettünk, tehát regisztráltuk magunkat, befizettük a tagdíjat, elfogadtak minket, mint hivatalos csapatot. Ez volt tavaly decemberben. És idén pedig azzal foglalkozunk, most is abban a fázisban vagyunk, a második iteráció fázisában, ami egy, tehát a küldetést akarjuk szimulálni földi körülmények között, tehát tervezünk egy olyan leszálló egység holdjáró párost, ami a Földön tudja mindazt, amit majd ennek a egységnek a Holdon tudnia kell. Tehát meg tudja tenni az 500 métert, akár többet is, tud kommunikálni a leszálló egységgel, tud jelet küldeni a virtuális irányítóközpont felé, tud HD minőségben felvételeket készíteni, és különböző akadályokon is át tud menni, ugye, ami fontos ahhoz, hogy a Holdon is életképes legyen ez a jármű. Következő lépés valamikor jövőre majd egy 100%-os prototípus elkészítése lesz, rover leszálló egység irányítóközpont. Majd jön a következő lépés 2013-ban, amikor már úgy szeretnénk, hogy legyen egy repülésre kész rendszerünk, ami akár indulhat is ugye a küldetésére, és 2014-ben szeretnénk magát a küldetést lebonyolítani, és ezzel teljesítve a GLXP kiírásokat. A képen látható egy szonda, ez a Humvajor 4 nevű gyakorló űrszonda, amit egyetemisták építettek annak idején. Tehát a magyarok is foglalkoznak már régóta azzal, hogy szondákat építsenek földi körülmények között, illetve hát hallottuk az előadás elején, hogy a MASZAT műhold is lassan készül a világűrbe. Tehát elég komolyan foglalkoznak emberek azzal, hogy Magyarország is valamilyen szinten meghódítsa a világűrt. És hát szurkolunk a maszatosoknak is innen, hogy sikerüljön ez nekik, és ki tudjunk, Magyarország is ki tudjon lépni a világűrbe általuk. Van egy CubeSat nevű lehetőség, alkalmazás, ami arról szól, hogy ha befizet X összeget mondjuk a puli csapat, akkor egy meghatározott tömegű szondát földkörüli pályára állítanak nekünk egy rakétával, tehát ezzel kiválóan tudjuk tesztelni azt, hogy tudunk kommunikálni egy földkörül keringő egységgel. Ez egy kereskedelmi forgalomban kapható dolog, tehát ha kifizeti az ember a megfelelő összeget, akkor ezt ők feljutatják, vagy bármilyen súlyt feljutatják a puli számára, és kiválóan lehet tesztelni az űrbéli kommunikációt. Ugye jelenleg az iteráció 2-es projektünkön dolgozunk, ami azt jelenti, hogy egy földi leszálló egységet tervezünk, ami még nem fog tudni leszállni, viszont a leszállás utáni pillanattól kezdve tudja szimulálni mindazt, amit egy leszálló egységnek tudnia kell. Rover terven dolgozunk, ami földi terepen meg fogja tudni tenni azt a távolságot, ami a GLXP kiírás. Valamint irányító szoftvereken is dolgozunk jelenleg, és ez a rendszer, ha összeáll, akkor meg lesz a földi szimulációs bemutató egysége a holdjárunknak. CubeSat modulra is szeretnénk foglalkozni valamikor a közeljövőben, illetve ami nagy kihívás lesz még, az maga a pályaszámítás és a navigációnak a kérdése. Ugye nem, az egy dolog, hogy megépítjük magát a járművet, és van egy rendszerünk, ami működik a Holdon, viszont azt el is kell juttatni, és azt nekünk kell megoldani valahogy, hogy ezt a pályát ezt kiszámítsuk, és megfelelően tudjunk navigálni a világűrben. Többféle koncepción gondolkodunk, itt most egy ilyen lufis ballonos megoldás látható, nem tudjuk még, hogy fogunk leszállni, ez még majd a jövő kérdése lesz. Viszont amit tudok biztosan mutatni, hogy jelenleg hol járunk. A bal felső sarokban látható egy kép a Core Unitról, a számítógépes központi egységéről a szerkezetnek. Ugye ez lesz beépítve majd a járműbe, ami a Földön fogja szimulálni a küldetést. Jobb felső sarokban látható a Puli nevű kis jármű, ami a bemutató demo roverünk, ugye ő a kiállítási darab gyakorlatilag. Őt szoktuk vinni különböző bemutatókra. Ami egészen friss, az a
bal alsó sarokban látható tervrajz, illetve a jobb alsó sarokban látható elemek. Nagyon sokat köszönhetünk a támogatóinknak, akik már most támogattak minket, és akik a jövőben fognak támogatni minket. Hiszen például a baloldali rajzot azt nem tudtuk volna elkészíteni, hogyha az S&T Consulting nem támogatna minket mérnöki CAD tervező szoftverekkel. De tőlük kaptunk 5 darab Pro Engineer licenszt, a Pro Engineer-nek az új változatát, a Creo Elements tervező szoftvert, és gyakorlatilag ez biztosítja a számunkra, hogy el tudtuk kezdeni a tervező munkát. Az eredménye már is látszik, hiszen a jobb oldali képen ugye látható, hogy legyártották már nekünk ezeket az alkatrészeket, amiből a leszálló egység állni fog. Itt szintén megemlíthetem a másik szponzorunkat, a Szapa Profiles Kft-t, Székesfehérváron találhatóak, és alumínium szelvények gyártásával foglalkoznak. És ők segítettek nekünk abban, hogy felajánlották azt, hogy a landerhez, ami kell nekünk alkatrészük, azt szívesen legyártják. Úgyhogy gyakorlatilag összeszerelés előtt áll a leszálló egységünk, a földi verzió, és most a képből nem látszik, de a helyszín is nagyon fontos, ahol mindez található, hiszen múlt hét pénteken került átadásra Gödöllőn, a Gödöllői Üzleti Parkban egy 100 négyzetméteres kis műhely, amit megkaptunk az üzleti parktól egy kis időre, hogy ott tudjuk a szereléseinket bonyolítani, és ez nagyon nagy lépés nekünk, hiszen most már nem vagyunk fedél nélkül, és van tető a fejünk fölött, hogy tudjuk a különböző szerelési munkálatokat végezni. Miből finanszírozzuk mindezt? Hát egy rész, amit most elmondtam, ugye a támogatókból. Tehát cégek támogatnak minket, különböző támogatói fokozatokat állapítunk meg, attól függően, hogy ki mennyivel, milyen összeggel támogat és hogyan bennünket. Puli önerő, ugye a csapattagok azok nélkülözhetetlenek és nagyon fontosak, hiszen szívüket, lelküket adják ebbe a projektbe, szintúgy, mint az alapítók. És a magánszemélyek támogatását is szeretném megemlíteni, hiszen van egy úgynevezett kislépés klubunk, a Puli Space-nek a honlapján meg lehet találni ezt a klubot, ami azt jelenti, hogy magánszemélyek is támogathatnak minket egy minimum 1000 forintos felajánlással, és cserébe ugye annyit tudunk adni nekik, hogy ha eljut a Puli a Holdra, akkor a támogatóknak a nevét valamilyen formában magunkkal visszük, és a Holdra eljuttatjuk ezeket a neveket, akik támogatták a Puli projektet. Különböző fokozatok vannak a támogatói során. Eddig a legmagasabb az arany szponzor a S&T Consulting révén, a CAD szoftverekkel, de lassan kezdenek betöltődni a többi helyek is, és hát reméljük, hogy majd egyszer eljutunk odáig, hogy gyémánt fokozatú támogatót is tudhatunk magunkénak. És így a kislépés klub, amiről beszéltem, a www.pulispace.com weboldalunkon többet lehet olvasni a Puliról, a csapatról és a csapattagokról, illetve a kislépés klubnak a támogatás feltételei és lehetőségei is megtalálhatók, hogy hogyan lehet támogatni a csapatot. Gyakorlatilag amire szükségünk van, iroda, műhely, ezeket részben már megkaptuk, tehát van, ha nem is, tehát egy kis időszakra most van, ahol tudunk lenni, és van iroda, meg van műhely a fejünk fölött. Viszont a többi rész, amire még szükségünk van, az még ugye folyamatban van a beszerzése támogatótól. Illetve nyilván, hogyha nőni fogunk, akkor már az infrastruktúra, amit most kaptunk mondjuk irodaként vagy műhelyként, az lehet, hogy nem lesz teljesen elég. A szponzorok nagyon fontosak, hogy minél inkább meg tudjuk nyerni őket, illetve az iteráció 2-höz már sok mindenki adta a hozzájárulását ilyen szempontból is. De miért jó támogatni a Pulit? Miért jó az, hogyha egy cég ide jön hozzánk és azt mondja, hogy mi támogatunk titeket? Azért jó, mert támogat egy innovatív fejlesztést, egy fejlesztő projektet.
jelenlétet biztosítunk neki a médiában, hiszen a Google se hiába száll be ebbe a projektbe, a Googlenek ez már többszörösen megérte, már most, hiszen annyi hirdetést és annyi cikket generált ez a egész verseny, hogy neki többszörösen bejött már az ár, amit ő belefektetett ebbe. És a cégeket, akik támogatnak minket, mi ugye a logójukat kitesszük, nyilvánosra tesszük a honlapunkon, a járműveinken, és ha feljutunk egyszer a Holdra, akkor ott is valamilyen formában ezeket meg fogjuk jeleníteni. Társadalmi szerepvállalás is ez egyben, hiszen mi nem csak azért vagyunk, hogy megcsináljuk ezt a projektet, hanem ismeretet is szeretnénk terjeszteni, azért állok én is most itt, hogy kicsit népszerűsítsem magát a mérnöki tudományokat, népszerűsítsem az űrkutatást, és szeretnénk minél több fiatalhoz, minél több emberhez elérni, hogy kedvet kapjanak ahhoz, hogy akár mérnöki tudományokkal is foglalkozzanak a jövőben, hiszen a világipara és köztem magyarországi ipara is arra épül, hogy mennyi szakember van az országban. Jelenleg ugye nem túl népszerűek a mérnöki szakmák, szeretnénk, hogy ez a jövőben egy kicsit másképp tudna alakulni. Itt egy koncepció látható arról, hogy fog majd kinézni a leszálló egységünk, hát vagy így fog kinézni, vagy nem, ugye mi nagyon az elején járunk, viszont tuti biztos, hogy lesz rajta felület, ahol a támogatóinknak a logóit el tudjuk helyezni. Néhány ugye újságcikk arról, hogy hol jelent meg a verseny, és néhány média megjelenés, ahol a Puli már megjelent, ugye RTL Klub, TV2, Origo Index, Metro újság, hvg.hu, tehát rengeteg helyen kaptunk már nyilvánosságot, és reméljük, hogy ez a jövőben is így marad és csak növekedni fog. És nekik is köszönjük, hogy ilyen módon eljutunk az emberekhez, még több emberhez, és miért inkább meg tudjuk ismeretni a projektet. Rengeteg előadást igyekszünk tartani különböző helyeken, iskolákban, planetáriumokban, csillagvizsgálókban, és minél több emberhez szeretnénk ilyen formán is eljutni. Illetve hát volt egy eseményünk a Yuri Gagarin repülésének évfordulójára, a Yuri éjszakája Budapesten, és ez is egész jól sikerült. Ott például a bal felső sarokban látható Máron András, a Kft.-nek a dobosa, aki a saját vizuális és akusztikus műsorával emelte a fényét ennek az eseménynek, és ezúton is köszönjük ezt neki és a csapatnak. Az internet világában nem maradhatunk ki mi se az internetes megjelenésből. Van egy weboldalunk, a jobb felső sarokban látható www.pulispace.com nevű oldal. Ugyanígy van egy Facebookos oldalunk, a Google-be bárki beírja, hogy Pulispace Facebook, akkor rögtön ki fogja dobni ezt a weboldalt. A Facebookon gyakorlatilag minden lépésünkről igyekszünk tájékoztatni az embereket. Tehát bármi új hír történik velünk, akár előadás, ez az előadás is megjelent a Facebookon, hogy én ma itt leszek. Tehát minden ilyen eseményt igyekszünk posztolni, illetve hát van egy YouTube-os oldalunk is, ahol kisebb videókkal próbálunk az embereknek kedveskedni. Néhány támogatónk, aki már most sokat segített abban, hogy a Puli életképes legyen, és hogy eljuthassunk odáig, ahol most járunk. Köszönjük nekik, és nagyon reméljük, hogy egyre több cég fogja úgy gondolni, hogy érdemes a Pulit támogatni. Zárásképpen feltennék még egy képet. Ez múlt hét pénteken készült Gödöllön, a Puli bázison, ahol kaptuk ezt a 100 négyzetméteres kis csarnokot. Itt látható a csapat egy része, mindenki sajnos nem tudott eljönni, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van most már egy hely, ahol tényleg ott vagyunk fizikailag, több hely is, ugye van egy belvárosi iroda a Collabs felajánlásában, és hát a szívünket melengeti, hogy a logon kín lehet például egy ilyen épület falán, és az emberek láthatják, hogy igen, mi ott vagyunk, és dolgozunk, és csináljuk a projektet. Úgyhogy így röviden ennyit szerettem volna elmondani a Puliról. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha bármi kérdés van, akkor szívesen válaszolok a projekttel kapcsolatban.
Igen? Szeretném megkérdezni, hogy ha átkozik a konciációval, akkor miért kell próbálkozni? Ez egy jó és nehéz kérdés. Ugye jelenleg, hát most ami miatt ezt a koncepciót választottuk, az az, hogy akadályokon akarunk átmenni. Tehát ha, azt nehezen tudom elképzelni, hogy ez bármit változzon, de elképzelhető, hogy lesz olyan körülmény, ami ezen változtat. Legtöbben a kiskerekes megoldást választják, mi úgy gondoljuk, hogy amit mi szeretnénk csinálni, az életképes és működhet, és ezt a megoldást találtuk ki, hogy akadályokon átmenjünk. A koncepciónak erre a részére gondolt? Vagy... Igen, pontosan. Van egy leszálló egység és külön egy rover. A leszálló egység landolni fog a Hold felszínén, azt még nem tudjuk, hogy pattogós megoldással, vagy fékezőrakétás megoldással, valamilyen megoldással, és abból fog kigurulni ez a kis jármű, aminek 500 métert meg kell tenni a felszínen. Egyelőre úgy tűnik, hogy a többi csapat is ilyen, tehát páros megoldásban gondolkodik, leszálló egység plusz rover, így a egyszerűbb védeni magát a járművet a különböző behatások ellen. Energiaellátás, akkumulátorok? Akkumulátorok és napelem, amin gondolkozunk most. Hát ez azért, igen? Ami a Holdra fog felmenni? Hát jelenleg folynak tárgyalások kompozit anyagot gyártó cégekkel, akikkel szeretnénk azt egy olyan együttműködést kialakítani, hogy ha meg tudjuk mondani és megmondjuk azt, hogy mi milyen körülmények közé küldünk anyagot, és ott mit kell kibírni az anyagnak, akkor ők segítsenek nekünk az anyag kifejlesztésében. Úgyhogy ez még távlati jövő, hogy miből lesz maga a puli, hogyha meg tudunk szerezni olyan kompozit anyagot, ami könnyű is, és tapabíró is, és bírja ezeket a szélsőséges körülményeket, akkor abból, valószínűleg abból. Ez lehet szénszál, ez lehet kevlár, lehet bármi más. Nem tudjuk még pontosan, hogy mi lesz. Egyelőre... Igen, hővezető is, hőtágulása is problémás lehet. Még ez a része még tényleg a felmérés fázisában van. Tehát, amire most koncentrálunk építés szempontból, az iteráció 2, tehát a földi résznek a megépítése, és vannak anyagmérnökeink, akik dolgoznak azon, hogy milyen anyagból lehetne az édes küldetést megvalósítani. Ez még ilyen kutatási fázisban van, ez a része. Igen? Azt nem mondtam, igen. Az azért lehetett. Hát ami a földi verzió lesz, az egy ilyen körülbelül 1 méter hosszú, 1,5 méter széles rovert kell elképzelni. Leszálló egység is sokkal nagyobb ennél, tehát egy ilyen ekkora körülbelül. És hát ami a Holdra megy, az még kérdéses. Tehát ott úgy gondoltuk először, hogy minél nagyobbat építünk, annál jobb, mert annál nagyobb akadályokon tud átmenni. Esetleg kihajtogatja magát, esetleg... ugye az elején volt egy olyan koncepciónk, hogy ilyen onnan is, a pulira nagyon hasonlított ez a puli, tehát gömb alakú rover, aminek ilyen felfújható kis lábai vannak. Ez volt egy másik lehetőség. Jelenleg az parkolópályán van az a koncepció, nem teljesen úgy vált be, ahogy mi azt szerettük volna, és jelenleg ezt a nagylábas megoldást részesítjük előnyben. Lehet, hogy nőni fog, pont az, hogy akadályokon tudjunk átmenni, viszont akkor meg a súlycsökkentéssel lesz problémánk. Már most belefutottunk abba az iteráció 2-be, hogy az elképzeléseink és a valóság az nagyon távol állt egymástól, és súlyt kell csökkentenünk. Tehát van nekünk is egy felső limitünk, hogy mibe szeretnénk beleférni, és a súlyt azt drasztikusan csökkentenünk kell. Itt a kompozitos kollégák majd szóba fognak jönni, hiszen már rájutottunk odáig, hogy kell olyan anyag, ami sokkal könnyebb, mint mondjuk az alumínium. Akkumulátorokban gondolkozunk jelenleg, és napelemekkel. Tehát napelem nyilván akkor, ha van napsugárzás, akkumulátor pedig arra az esetre, hogyha nincsen éppen napsugárzás, vagy befedi a poron napelemeket. Illetve ha túl akarjuk érni az éjszakát, akkor csak akkumulátor jöhet szóba, és ott is minimális ilyen alvó állapotos energiaellátással. Valamint villanymotorokkal fog működni nyilván a kerék része. Igen? Ez a méteres távolságot, ezt elég
milyen időközpiszak alatt szeretnénk órára? Hát van egy maximum, ami egy ilyen elméleti maximum, ugye 2 hét a nappal a Holdon, és ha úgy célozzuk be, mondjuk, hogy napkeltekor szállunk le, akkor van 2 hetünk arra, hogy a napelemek még tudjanak energiát gyűjteni, ahhoz, hogy ezt megtegyük. Tehát pont ezért gondoltunk arra, hogy nem baj, hogyha lassan mozgunk, és akkor meg tudjuk ezt tenni, ezt a távolságot, tehát hogyha napok alatt tesszük meg, akkor napok alatt tesszük meg. Az se probléma. Igen, pontosan. Hogyha éjszaka túlélésben gondolkozunk, akkor nyilván más dolgokat is be kell tervezni. Nem tudom, a többi csapat hogy szeretné, nyilván lesz, aki gyorsabban meg szeretné tenni ezt az 500 métert, de mi most úgy látjuk, hogy ez nem biztos, hogy megéri. Igen, pontosan. A marsjáróknál ott ugye úgy kellett tervezni, hogy teljesen önállóan tudjon navigálni is a felszínen, mert hogy túl hosszú az út, illetve idő a navigációhoz. A Hold esetében hogy 1 másodperc alatt megoldható a dolog, ennek ellenére terveztek-e valami intelligenciát? Tervezünk intelligenciát, igen. Az irányításban. Tervezünk bele, ugyanis hát 1 másodperc az nem tűnik olyan soknak, de ahhoz pont elég, hogy esetleg olyan dolgokba belefusson mondjuk a járműbe, amiben mi nem szeretnénk. Tehát valószínűleg az lesz, hogy felmérjük a terepet kameráinak segítségével, akár valamilyen helyzetérzékelő segítségével, hogy éppen mik a körülmények. Ha esetleg belefutunk egy olyan szituációba, hogy sok a kavics, vagy a kő, vagy a kráter, és nem szeretnénk ennek annak neki menni, akkor előre megtervezzük azt, hogy milyen utasításokat akarunk kiadni a rovernek, és abba kiadjuk neki, és ő tudni fogja, hogy neki akkor merre, hogyan, mit kell lépnie, hogy az úgy megvalósuljon. Tehát így tervezzük, semmiképpen nem tervezünk ilyen élő irányítást. Igen? Ott. Előfordulhat, viszont az X-Pers alapítványnak feltétele, hogy minél nagyobb csinadrottával kell ezt az egészet csinálni. Tehát minél szélesebb körben terveszteni, minél publikusabban. Azért most már mi is eljutottunk odáig, hogy most már vigyázzunk arra, hogy miről beszélünk és miről nem. Tehát fejlesztésnek abban a fázisában vagyunk, ami most már figyelni kell, hogy mit engedünk és mit nem. Igen? Van a versenynek egy központi honlapja, ez a google.lunarexpress.org, ez a legelejére azt nem ki is van írva az előadásnak. Nincs, mindegy. Szóval van egy központi weboldal, és ott minden csapatnak van külön aloldala, ahol folyamatosan posztolják a videóikat, a képeiket, a blogjaikat, hogy éppen hol állnak és mit csinálnak. Szóval elég jó képet lehet kapni arról, hogy ki hogy áll és mivel foglalkozik. Igen. Tessék? Hát ez még a jövő kérdése. Ugye találni kell egy olyan céget, aki tud nekünk rakétát adni, vagy akitől tudunk vásárolni majd a jövőben, és hogy hol találunk kilövő állásra, több minden szóba jöhet. Ugye Oroszországban is van lehetőség erre, Európában is van rakétaindító állás, USA-ban is van, Távol-Keleten is, tehát ezt még nem tudjuk. Ez még a jövőnek a kérdése, hogy hol sikerül olyan támogatott találni, aki meg tud minket ajándékozni egy ilyen rakétaindítással. Igen? Mekkora hely kell, hogy a rakéta elinduljon? Hát magának a rakétának nem sok hely kell, ugye az egy függőleges valami, és felfele fog menni, viszont amikor a rakéta elindul, akkor kilövi ezeket a gázokat magából, ott egy elég nagy hőmérséklet van, és elég sok hajtóanyag kijön belőle, és azt valahol el kell vezetni, tehát oldalirányba szokták kivezetni a rakéta alól. Rakétaindításoknál lehet látni, hogy ugye bedurran a rakétának az üzemanyaga, és abban a pillanatban rögtön oldalra egy nagy sugárban a füst és gáz kiszalad, és emiatt kell nagy hely, mert hogyha ott éppen áll valaki, akkor ez elég rosszul járhat, hogyha rossz helyre parkolt. Egyéb kérdés? Látom,
Más nyújtózkodó nincs. Köszönjük az előadónak. Köszönöm szépen. Tanulságos volt. Még egy dolog, a Facebookos oldalunkat nyugodtan lehet lájkolni, aki fel van Facebookon, és akkor folyamatosan informálódhatnak a friss hírekről a pulival kapcsolatban. Egy hét múlva ugyanitt, pontosabban egy emelettel lejjebb reményeink szerint találkozunk, akkor Horvai Ferenc lesz a vendégünk, és a kínaiak űrprogramjáról lesz szó. A Polaris TV-ben jövő héten kedden a naprendszer fővárosából, vagyis Budapestről jelentkezünk a Polaris csillagvizsgálóból. A jövő szerdai előadást pedig szintén közvetítjük innen Esztergomból. Mindenkinek viszontlátásra! Köszönöm szépen!